Sziasztok, én Horváth András vagyok, és egy újabb rövid szösszenettel érkeztem, mert hogy egy nagyon fontos üzenetet szeretnék veletek megosztani, hogy hiába szeretnénk a külvilágban változtatni a különböző paramétereinken, hogyha befele nem fordulunk, akkor soha az életben nem fogunk rendet rakni. Nagyon-nagyon sok embert látok, aki a külső feltételeink próbál változtatni, és ideig óráig sikerül is, és ideig óráig el tudunk menni nyaralni, ideig óráig jó tud lenni, de hogy ezek mind-mind-mind a változás terében történnek, tehát folyamatosan változik, egyik pillanatban jó lesz, másik pillanatban rossz lesz, de hogy sosem fogom megtalálni azt a békét, azt a nyugalmat, amit akkor fogok tudni megtalálni, hogyha befelé fordulok. Ugye ezért is mondja Buddha, és egyébként Gangaji mesternek a mondása is ez, hogy a kifelé vezető befelé van, kifelé vezető út befelé van, hiszen ahhoz, hogy én rendet rakjak magamban, és megpróbáljak leválni arról a fizikai világról, vagyis nem feltétlenül a fizikai világról, mert az, hogy dinamikus életem van, és élem az életemet, ez teljesen rendben van. És az, hogy én sportolok, az, hogy egy gyönyörű munkám van, ez teljesen rendben van. Viszont az elmém működése, az már olyan szinten befolyásolja a mindennapjainkat, akár hangulatilag, akár döntéseinkben, hogy attól meg kell tanulnunk távolságot tartani, és pontosan meg kell tanulnunk kezelni, és tudnunk kell, hogy mikor van rá szükség, és mikor nincsen rá szükség, mert most ebben a pillanatban azt gondoljuk, hogy minden helyzetben szükség van, pedig általában nincsen rá szükség, és ha hagyjuk, hogy legyen egy természetes kibontakozása az eseményeknek, akkor sokkal, de sokkal tisztában fognak működni a dolgok, és valóban az fog történni, aminek történnie kell. Úgyhogy a kifelé vezető út befelé van, ezt mindenféleképpen egy ilyen rövid tartalmat szerettem volna megosztani veletek. Befelé kell fordulni, bármennyit változtathatunk a külvilágunkon, a külső tartalmon, akkor sem fogja az meghozni a békét, akkor sem fogja meghozni az igazi szeretet, akkor sem fog elérkezni az igazi nyugalom, ahhoz bizony befele kell fordulni, úgyhogy forduljatok ti is befele. Köszönöm, hogy velem voltatok, találkozunk a következő alkalommal, sziasztok!